A Magyar Tudomány ünnepén ma egész nap a kanadai kultúrái volt a program. Mi volt a benyomása erről a rendezvényről? A kanadai nagykövetség nagy örömére szolgál, hogy nem csak a tudomány napja alkalmából, hanem a kanadai kultúra ünnepe alkalmából is egy olyan napon vehetett részt, amikor a főiskola intézményi hátterével és az amerikai tanszék rendezésében egy olyan eseményre került sor, amelyet mindenképpen fontosnak tart a kanadai kultúra terjesztése szempontjából. Az eseményen külön kiemelte Puszt asszony azt is, hogy a főiskola vezetőjével, a fakultás vezetőjével és a külügyi kapcsolatok igazgatójával is folytatott beszélgetéseket, és ezek mind megerősítették pozitív benyomásait. Minden népnek a saját kultúrája a legszebb. Miben tér el a kanadai kultúra más népek kultúrájától? Mit emel neki belőle? A Kanadának az alapvető jellemzője, hogy népek olyanfajta találkozópontja maga az ország, amely más népek mellett nagyon sok magyarnak is új otthont nyújtott. Ezen belül kiemelte Puszt asszony az 1956-os magyarok kanadai új honra találását, és annak a jelentőségét, hogy ennek az 56-os forradalom 50. évfordulóját együtt ünnepelhettük meg. Ma már 250 ezer magyar kanadai van Kanadában, akik ugyanúgy, mint más népek, hozzájárulnak a sokszínűséghez, minden nép hozza magával azt a hátteret, azt a gazdag hátteret, amely gazdagítja Kanada egészét, és mi erre vagyunk büszkék. Büszkék vagyunk arra, hogy minden kanadai elismeri a sokszínű háttérnek a jelentőségét, a gazdagságát, és mindazt, amit ezekből a kulturális találkozásokból tanulhatunk. A hangsúly azon van, hogy hogyan, mit tanulhatunk Kanadában, mik a lehetőségek. Azt gondolom, hogy a program lényege és hasonló programok lényege és lehetősége az lehet, hogy új módon tekintünk magunkra, új módon tanulunk önmagunkról, és ez különösen jelentős akkor, amikor az Eszterházihoz hasonló intézmények esetében olyan tanulni vágyó emberekkel, diákokkal találkozhattunk, mint például a ma megjelent és a bevezetőben, beköszöntőben megjelenő két kanadai stúdiumok diák, az egyikük a frankofon, a másik pedig az anglofon irányt képviselte. És ez a kettőség, ez a nyelvi kettőség, ami egyébként az angol és francia nyelvi tanulmányokhoz is nélkülözhetetlen, illetve nagyon gazdag hozzájárulás, ez csak egyik módja annak, ahogyan gazdagíthatjuk ezen diákoknak a művelődését. A másik nagyon fontos a dolog az, hogy ebben a korban, tehát a fiatal felnőtteknél nagyon fontos az, hogy hogyan ismerik meg a világot és önmagukat. És azt gondolom, hogy a mai nap együtt gondolkodása olyan lehetőségeket mutat meg, ezeknek a diákoknak, és nem csak a diákoknak, hanem az itt megjelent középiskolai tanároknak is, akik ezen új formában leültek és beszélgettek olyan lehetőségekről, ami talán majd megváltoztatja a következő napoktól kezdődően azt, ahogyan ők gondolkodnak magukról, a világról.